magának fókapózt? Azt mondta, fa legyek. A fa nem beszél, nem mozog. Csak a kígyó mozog. Miért bánsz így a művészettel, ember? Készül az újabb bemutató. Csiki Gergely Buborékok című vígjáték a Bakos Kis Gábor rendezésében, parádészereposztásban, Csankó Zoltánnal és Kubik Annával a főszerepben. A Somlay Ignácot alakító művészt társulata ismét jelölte a megtisztelő Kaszás Attila díjra, most a nézők szavazatát várják november 30-áig. Harmadjára jut el Zoli abba, jutott el Zoli abba a fázisba, hogy a közönség szavazatok döntenek az idén 4 jelölt között. Ez egy nagyon fontos díj a szakmának, mert nem csak a szakma tudja jelölni és díjazni az adott művészt, hanem természetesen a közönségnek is ott van a kezenyoma abban, hogy kikapja az adott évben a Kaszás Attila díjat. Úgyhogy ilyen értelemben véve ez egy nagyon különleges és nagyon fontos díja a magyar színházi szakmának. Úgyhogy nagyon drukkolunk Csankó Zoltánnak. A díj történetének érdekessége, hogy az idei évben többen, azaz 41 társulat jelölte egy-egy tagját, köztük Csankó Zoltánt harmadik alkalommal. A kitüntető cím a magyar nyelven játszó színművészek szakmai és emberi elismerésén túl Kaszás Attila színművész szellemi hagyatékának ápolását is szolgálja. Én ismerhettem őt, ez nekem óriási nagy szerencse és adomány, és nem csak egyszerűen ismertem, mert sokszor találkoztunk pályafutásunk során, de amikor a Nemzeti Színházba, Budapesti Nemzeti Színházba szerződtem, akkor ott mi egyszer csak kollégák lettünk, és nagyon sok darabban teljesen véletlenül együtt játszottunk, és ebből egy barátság született. Ez nagyon rövid barátság lett, mert csak 3 éves barátság lett, de az lett, és egészen a szűk baráti köréhez tartoztam. Persze nem kell ahhoz Kaszás Attila díjasnak lenni, vagy nem az érdemli meg a Kaszás Attila díjat, aki egy ilyen kapcsolattal rendelkezik. Természetesen szoktam mondani, hogy egy Jászai díjas vagyok, de nem láttam soha életemben, csak fényképpen Jászai Marit, soha nem találkoztam vele. Tehát igazán vannak, akik rajtam kívül ezt megérdemlik ezt a díjat. Nem csak azok, akik még most jelölve vannak, hanem mások is. A Győri Nemzeti Színház műfaji sokszínűsége országosan is kiemelkedő. Legyen szó prózai vagy zenés előadásokról, érvényes produkciók születnek. Szina Kinga bő egy évtizede közvetlen partnere az idei jelöltnek, a mostani bemutatón is együtt dolgoznak. Szakmailag és emberileg is méltónak tartja a kitüntető cím elnyerésére. Rendkívül jó ember, fantasztikusan türelmes lény, és ez a türelem ez átragad a többiekre is. Nagyon, nagyon elfogadó, nagyon-nagyon jó színész, én azt gondolom, tehát lehet lesni tőle és tanulni tőle. Mindig felkészült, borzasztó pontos, lehet rá számítani, nincsen félelemérzet, hogy cserben hagy egy pillanatban, vagy hogy lehetnek ilyen kellemetlen helyzetek. Szóval én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt van velünk, és hát ez remélem, hogy így is van, és hogy így is lesz a továbbiakban még sokáig. És nagyon-nagyon megérdemelni ezt a díjat, én azt gondolom, hogyha ez a díj valóban a társulati létről, és az emberségről, és a szakmai készségekről és felkészültségről szól. A Kaszás Attila díj 2023-as évi jelöltjére november 30-a éjfélig lehet szavazni a www.kaszasattiladíj.hu oldalon.